Ernest Thompson művét az Aranytó címmel 1981-ben mutatták be először az amerikai közönségnek. A filmdráma akkor olyan neves színészeket sorakoztatott fel, mint Catherine Hepburn, Henry Fonda és Jane Fonda. 10 évvel később már a magyar közönség is láthatta a filmet. Azt akkor többek között Tolnai Klári, Mensáros László és Kismari magyar hangja tette felejthetetlenni. A film színpadi változata a Gálfi László rendezésében most a Sárospataki Színház szeretők számára is elérhetővé vált, hiszen a 2015-ös évad utolsó programjaként ezt tekinthették meg. A történet alapját képezi az az élethelyzet, miszerint a darabban játszó házas pár minden éven a nyarat a tónál tölti. A nyaralásnak vannak árnyoldalai és vannak szép pillanatai is. E kettő keveréke aztán hozza magával az életszerű gondolatokat és pillanatokat. Egyáltalán nincs távol, ez akár velünk is megtörténhetne, olyan egyszerű és szép emberi történet. Az összetartozásról, egy nagy szerelemről, ami 48 éven keresztül kitart. Nem tudom, hogy manapság vannak ilyen hosszú és kitartóan szeretetben eltöltött házasságok, de hát az időskorral együtt járnak különböző problémák, családiak is, meg egészség is, meg mindenféle, és hát erről szól ez a darab. Nagyon-nagyon szépen, sok humorral, sok szeretettel, és éppen ezért szerintem a közönség rendkívül módon szereti. A történet pedig önmagáért beszélt. Ez egy értelmiségi család, ugye a férje az egy egyetemi tanár. Az asszony, amit Éva játszik, ugye az egész életét arra tette föl, hogy ezt a pályát, ezt segítse, a férjének az egészségét biztosítsa, vagy a családot, a hátteret. Hát sajnos van egy komoly probléma, egy konfliktus a darabban, ez a gyerek. Hogy a kislányuk, hát aki már a darab szerint már nagylány, már 42 éves, az... A kapcsolat az nem igazán felhőtlen. Tehát volt egy gyerekkor nyarak itt az Aranytónál, ahol hát egy ilyen vasfegyelem volt, ahol azt kellett csinálni, amit a professzor úr mond a lányának, horgászni kellett, tehát nem engedte szabadon ezt a lányt, hogy azt csináljon, amit akar, hanem azt kellett tenni, amit ő. Tehát úszni kellett tanulni, ráadásul ugye egy hátraszaltókat kellett neki tanulni, és horgászni kellett, és ez egy ilyen rendszerbe kellett ezt csinálni, és ez nem nagyon tetszett a lánynak, tehát amikor tudott, hogy nem elmenekült, és ez a kapcsolat, ez elég sokáig nagyon hideg volt köztük. És most megjelenik hosszú-hosszú év után, és ez fontos, hogy nagyon hosszú év után, mert nem találkoztak sokáig, egyszer csak ír egy levelet, hogy ő idejön, és idejön a jelenlegi udvarlójával, az új fiújával, de azt nem tudjuk, hogy hárman jönnek. És akkor egyszer csak megjelenik egy gyerek, egy 15 éves gyerek, aki a fiúnak a gyereke, tehát az udvarlónak a gyereke, és ezt itt akarják hagyni. És akkor ekkor kezdődik tulajdonképpen az igazi darab, amikor ketten az öregek egyszer csak elkezdenek ezzel az új jövevénnyel törődni. És akkor megpróbálja a professzor ugyanazt csinálni, amit a lányával csinál, csak valahogy egy kicsit talán másképp, kicsit többet beszélget vele, kicsit érdekesebb dolgokkal próbálja lekötni a fiú figyelmét, és jön egy nagyon szép kapcsolat közöttük. Ez a fiú, ez nem hagyja magát, ahogy a lány hagyta magát annak idején. Ez a fiú, ez visszaszól, ugye mások már a fiatalok, a mai fiatalok, és akkor kiderül, hogy az úr az fogékony arra, hogy a kisfiú reagál a dolgaira, és tud hozzá alkalmazkodni. És kiderült, hogy ő alkalmazkodott volna a lányhoz, és feltételezem, hogyha más kap visszafelé. De a kislány az magába folytott mindent, és ezeket a vélt vagy valós sérelmeket az ember, hogyha sokáig él egyedül vagy a családon kívül, ez felnagyítja, és ebből nem tud kikeveredni. És hát nem biztos, hogy az apukája annak idején rosszat akart neki, csak ő ezt úgy fogta fel, hogy rideg a környezet, ők egymással vannak elfoglalva, és őt igaziból nem szeretik, vagy nem foglalkoznak vele. És ebben pontosan ez a szép, hogy nem lehet tudni, hogy így volt-e, vagy pedig ő nagyítja fel a sérelmeket, tehát aztán a vége happy end. Azt mondják, hogy a szülők, azok nem tudnak igazán úgy foglalkozni a gyerekükkel, mint az unokáikkal foglalkoznak. Valószínű, hogy el vannak akkor foglalva a
saját életükkel, a saját karrierjükkel, sok minden mással, és amikor már nagyszülők maradnak, akkor sokkal több szeretetet, odafigyelést, időt tudnak fordítani a kisebb gyerekre, ezt az unokákra. Tanúsíthatom. Ez ugye, hogy így van? Igen. Igen, pontosan így van, igen. Hogy akkor nincs időnk, akkor valószínűleg magunkkal foglalkozunk többet, az élet oda sodor minket, hogy kevesebbet tudunk foglalkozni a gyerekeinkkel, és most így idősebb korra viszont talán jobban odafigyelünk, és megértünk arra, hogy nem csak magunkkal foglalkozunk, hanem ott van az a kis ember, akivel érdemes foglalkozni. Én nem hiszem, hogy a mi kapcsolatunkon ez változtat a darab szerint sem, meg nem hiszem, hogy feltétlenül kell. Minden esetre a feleség az észreveszi azt, hogy először nagyon fél, hogy itt marad a gyerek, hogy egyáltalán belemegye ő abba, hogy itt hagynak egy hónapra egy gyereket, amire azt mondja, és én fogok majd beszélgetni vele, és majd meg fogod oldani, és tényleg meg tudja oldani, hogy elviszi horgászni. A kisgyereknek sok minden új ebben a világban, amiben ő jön, és élvezettel hallgatja, amit az idős ember elmond neki, és sok mindenről lehet vele beszélgetni, és néha ugye türelmetlen, akkor rászól, hogy ne beszéljen ő vele így, amit annak idején a kislányok biztos, hogy nem csinált meg. És ő meghallja ezt, hogy rászólnak, és akkor azt tudja azt mondani, hogy bocsánatot kérek. Szóval ezek fantasztikusan szép, apró emberi pillanatok, amitől élhető a darab, és szerethető is. Ez a színdarab is alkalmas arra, hogy a nézők elgondolkodjanak saját maguk dolgain. Bár a szereplők szerint sokszor ennyire mélyen nem is gondolnak bele a darab mondani valójába. Mi filozófiai kérdésekről nem igazán beszélgettünk, ez adva van a darabban, adva van azt hiszem a szövegben. Tehát, hogy ezt még nagyon súlyosan alá problémázzuk, erről nem volt igazán szó, hanem azt hiszem az Éva pontosan megfogalmazta ezt, hogy a fiatalság és az öregség, hogy mi a különbség akkor, amikor együtt voltunk a gyerekeinkkel, és most, amikor az unokáinkkal együtt vagyunk, hogy talán kicsit másképp fogalmazunk, talán egy kicsit többet odafigyelünk a gyerekeinkre és egymásra. De magában nem tudjuk megváltoztatni a tulajdonságainkat, nem tudjuk a jellemünket teljesen megformálni, vagy átformálni ettől, és azt hiszem nem is kell. Az a jó, hogy ugyanaz a két ember, hogy viszonyul mondjuk idős korában ezzel a helyzettel, hogy tud együtt élni. A Sárospataki Művelődés Háza színpadán legközelebb januárban láthat színdarabot a közönség. Most sajnos egy technikai probléma miatt a Szívhígyai című előadásunk az január 27-én kerül megrendezésre, és januárban fogjuk hirdetni a következő fél éves sorozatunkat, ami már előkészítés alatt áll, úgyhogy most a színház látogatók a jövő évben majdnem minden hónapban egész májusig jöhetnek hozzá a színházi előadásokra.